képzeljék el, hogy én ebbe a mese házba lakom 90 éve. 90 igen. Éves? 6 hónapos koromban hoztak föl a Krisztinából, szóval nyugodtan mondhatnám, hogy itt születtem, és nagyon jó dolgom volt, mert az én apám cukrász volt, és a Ruszvurm volt az övé. 1922-ben jött fel ide az üzletet vezetni és megvenni később, és sajnos államosították 51-be, úgyhogy így nem a miénk. Ja, hogy most már magának semmi köze nincs a cukrászdához. 51 óta? 51 óta. Egyedül az apámnál tanulhattak lányok. Egy cukrász se vett oda lányinast. Na és a baronesz, a Korányi Blanka, a pénzügyminiszter lánya jött minden reggel, fél éven keresztül, 7 órakor együtt jött fel az apjával, az ment a minisztériumba, ő meg ide, és kitanulta a cukrászatot, igen. Maga biztos tudja, a krémes, pláne ez a Ruszvurm krémes, ez egy specialitás? Tehát, hogy ez csak igen. Itt, és igen. Ebben a formában ez csak sehol itt? Sehol máshol nem volt, mint a Ruszvurmba. Sehol máshol. Mindig ide jöttek, ó, milyen messziről jöttek ide. Minden szombaton például Kőbányáról vittek a aranyhordó, vagy nem tudom, milyen vendéglő volt annak a neve. Cukrászatot, ezt le lehet így tenni? Pláne én, ahogy hallgatom magát, azt gondolom, hogy nagyon szerette csinálni. Meg hát ez egy dinasztia maguknál. Sütött itthon, aztán krémest például? Hát csak úgy magunknak. Ne, igen, igen, hogyne. Mert az egész család, a cukrászok is nagyon édes szájúak. Hát az én apám minden nap megevett egy szelet dobos tortát este.